Audio Jungle. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. Mai vendégem Veres Imre, versenyszervező. Mai témánk a horgászversenyek. Üdvözöllek a stúdióban, Imre. Köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Kicsit beszéljünk rólad. Mióta szervezel horgászversenyeket? Hát pontosan nem tudom, egy jó 11-12 éve. Mi motivált a versenyszervezésre? Hát ugye már gyerekkorunk óta, vagy gyerekkorom óta ugye versenyekre jártam, a Mezőtúri Horgász Egyesület versenyeire. Aztán úgy sikeredett, hogy mindig ott lászkodtam a szervezők körül, meg a mérlegelésnél besegítettem, meg mindenből ott besegítgettem. Aztán a végén az lett, hogy megkértek, hogy nem elvállalnak egy versenyszervező posztot. Igen, mondtam rá, így aztán azóta ugye a Mezőtúri Horgász Egyesület versenyszervezője vagyok, meg saját versenyeket is szervezek. Egy ilyen eseményt egyedül kivitelezel, vagy vannak segítségeid is? Hát itt mindig vannak segítségek, hála jó Istennek. Ugye a családom nagyon sokat segít, főleg ha főzésről van szó, de szoktunk ugye külsős főzőket is igénybe venni, meg hát mindenféle segítség van, az engedélyek megkérésébe, meg a helyek tisztántartásába, a helyek takarításába, karbantartására mindig akad, aki segít. És akkor ebben az évben mikor volt a szezonnyitó? Március 24-én volt az első versenyünk, az a gyomaendrődi fűszfázzukba, egy finom szerelékes úszós verseny volt, 29 fő jelentkezett rá. Ez egy új versenypálya készül ott, lesz majd a Békés megyei finomszerelékes bajnokság, meg ott lesz a női országos bajnokság is. Készülnek lassan ott a stégek, de mi még ugye a teljesen szűz helyeken voltunk, felavattuk a pályát, úgyhogy úgy néz ki, hogy jó lesz, hal is volt, ugye a 29 fő fogott összesen 181 kiló halat, és mivel egyéni verseny volt, így egyéni eredményeket tudok mondani. Ugye Kádár Zoli lett az első, 13 kiló 40 dekát fogott. Hát az egy úszós versenyen elég jó. Itt ugye a zöme dévérkeszeg ezeknek a halaknak, de azért egy-két pont is beugrott. A második helyet a Spisják Zoltán érte el, a harmadikat pedig Claudio, Malavolti Claudio. Mik voltak a fődíjak? Hát itt a fődíj az mindig általában kupa szokott lenni általában, és ha marad esetleg egy kis pénzünk, akkor veszünk belőle ilyen apróságokat. Most például egy szék volt, meg egy merítőszágfej talán. Készültetek nekik valami mással is? Itt most nem. Itt nem volt kaja, nem főztünk. Féltünk az időjárástól, ugye nem tudtuk, milyen időjárás lesz, és itt még nincsen kiépítve ugye egy fedett hely, hogyha véletlenül esik, akkor be tudjunk húzódni valahová, és így nem volt kaja, de ha minden igaz, akkor lesz az is, úgyhogy jövőre. Sőt, felkértek arra a horgászok, hogy a szezonzáró egy jó késő őszi horgászversenyt szervezzünk oda. Eddig ugye itt volt a Peresen ez a verseny, most lehet, hogy átvisszük oda, egy kicsit több ember fér el, hogy itt ez 50 fős versenypálya lesz. Úgyhogy valószínű a szezonzáró versenyünk az ott lesz a fűszfázzukon. Mikor lesz a legközelebbi verseny, és milyen szerelékes lesz? Hát a legközelebbi verseny az május 5-én lesz. Az a Féder, ugye a Mezőtúri Horgász Egyesületnek kezdődik meg a verseny időszaka. Ugye hamarabbra nem lehet rakni a Mezőtúri Egyesületnek a versenyeit, mert az időjárás ugye kiszámíthatatlan, és itt földutakon kell kimenni a vízpartra. Elég hosszú föld, ilyen 3-4-5 kilométeres földutak. És ha beesőzik, akkor ott van baj, elég kimenekülni, nemhogy még be a sárba. Hát szinte bemenni sárba lehetetlenség.
kimenekülni, meg azt már tudjuk, milyen vagy sikerül, vagy nem. Én már többször hagytam a verseny helyszínén a kocsimat, mert nem bírtam kijönni vele, ugyanis mindig én távozom utoljára a versenyekről. Így aztán május 5-én kezdődik a Mezőtúri Horgász Egyesületnél a versenyélet, és az Féder Pickerbotos verseny lesz. Hát ez elég nagy számú verseny, ugye 6 óra hosszás verseny, a Túrtő Libatelepi földhídjától visszafele a Túrtő hídig. Előre kell jelentkezni erre a versenyre, de a horgászok már tudják. Féder Pickerbot, más nagyon megkötés nincs. Jelentkezni kell rá is jót horgászni. Elég sokan szoktunk, ilyen 30-40 fő között szoktunk lenni ezen a versenyen. Egyéni verseny. Elég sok halat szoktunk fogni rajta. Akkor a következő verseny az ugyancsak a Mezőtúri Horgász Egyesület vizén lesz. Ez egy Túri Kupa nevezetű finomszerelékes horgászverseny. Ez ugye 3 fős csapatverseny. Eddig a Ligetitón volt ez megszervezve. Tavaly átvittük ugye a Harcsásra, és ugye nagyon jó eredményt fogtunk. Ugye elég sok a apró testű hal most a Harcsásba. Úgy a dévérkeszek, kárász, a pontyok, és tavaly is az első helyezett 31 kiló halat fogott. Úgyhogy volt fogás bőven. Most úgy néz ki, hogy a vidékiek is jönni fognak a versenyre. Ugye tavaly is volt már Szarvasról egy csapatunk. Most, ha minden igaz, jön majd többfelől vidéki csapat erre a versenyre. Elég jó eredmény lesz, remélem, az idén is. Ugye most is telepítettünk a Harcsás holtákba pontyokat, úgyhogy remélhetőleg jó verseny lesz ez is. Ugye ez egy 3 fős csapatverseny, finomszerelékes és ABC szektoros különülnek a pecások egymástól. És így adódik majd össze az eredmény. Erre is előre kell jelentkezni minden versenyre, hogy tudjuk, hogy mennyi helyet tűzünk ki, hogy osszuk el a pályát. Ugye másképp ezt nem lehet csinálni. És akkor még egy versenyt elmondanék, az június 1-2, az egy vegyes halfogó páros, fenekes horgászverseny, ami 24 órás. Ez elég népszerű, tavaly ezen voltak a legtöbben a Mezőtúri Egyesület versenyén, 60 fő jött el, ugye az 30 páros. De mivel ilyen sok páros jelentkezik, így a Harcsásnak a lapos és a mélyága is igénybe lesz véve. Ilyenkor a teljes hossz beülünk a Harcsáson. Nagyjából ennyi verseny lesz most így júniusig. Itt mivel készültök a horgászoknak? Hát a 24 órás versenyen nem szokott kaja lenni. Viszont a Túri Kupán sem főzünk, mert tavaly azt mondták a horgászok, hogy ne főzzünk, úgyhogy most legközelebb nagyon soká lesz majd olyan főzős verseny. Itt horgászunk egy jót, kiosztuk a díjakat, és megyünk haza. Sőt, ha olyan fogás van, tavaly is volt több csapat, akik ugye, mert a versenyen mindig visszaengedjük a halat, és utána beültek, még fogtak 5 kiló kárászt a verseny után, és úgy mentek haza, hogy még az etetést újra megpecázták, és még fogtak egy kis halat. Egy ilyen verseny mivel kezdődik? Egy ilyen verseny azzal kezdődik, hogy nagyon korán kell kelnem, ugyanis általában én szoktam kitűzni a helyeket. Ugye végig kell sétálni a pályán, megnézni, hogy egyáltalán horgázható-e az a stég, vagy az a hely, ahova gondolom, hogy leszúrom a táblákat, hogy ki hova ül majd. És azt végig kell teljesen sétálni. Erre vagy van segítségem, vagy nincs, mikor, hogy sikerül. De általában jönnek a fiúk, és egy-két ember mindig van, aki segít. Ez ugye majd a Féder Pickerbotos versenyen a Túrtőn, ez ugye itt több kilométert jelent ez a séta korán reggel, fejlámpával, ugye meg korán kezdünk, ott nézem a helyeket, hogy horgászható, nem horgászható, leszúrom a táblát, és akkor megyek tovább helyről helyre. És akkor áramámmal jön az eleje a versenyzőknek, általában azok visznek vissza a kilindulópontomra, nekem vissza sétálni. Úgyhogy mindig ezzel kezdek, hogy kitűzöm a pályát. Viszont, ha főzünk, akkor meg már az előző napokba kezdünk, mert akkor össze kell darabolni a húst, elő kell készülni a főzésnek, összepakolni, úgyhogy az egy kicsit több munkával jár. Ha megérkeztek a versenyzők, akkor regisztrálniuk kell magukat, vagy valami? Hát úgy szokott lenni, hogy ugye nálam már van egy előnevező lista, és azt csak pipálom ki a
az érkezőket, hogyha mindenki ott van, akkor gyorsan csinálunk egy sorsolást, és mindenki elfoglalja a helyét. Ugye itt általában ilyen másfél-két óra mindig van ott felkészülni a versenyre, pakolni. Általában a féderbotos versenyek előtt egy fél óra van az etetésre, úgyhogy majd lehet etetni is a verseny kezdet előtt egy fél órával. És akkor mindig, amikor kezdődik a verseny, azt valahogy jelezzük a pecásoknak, vagy kiabálunk, és akkor adja tovább a versenyző, hogy kezdés van. És akkor a verseny végén pedig mérlegelés, minden csapathoz megyünk. Ott már általában mindig van segítségem, ugye kell egy írnok, meg aki hozza a vödröt, öntik a halat vissza, azért jó munkás ez. Hány óra körül szoktatok kezdeni, körülbelül? Hát ugye minden versenyen más, ugye ahogy tolódik ki a nap az évben, ugye úgy kezdünk minél hamarabb. De itt például a tegnapi versenyen például 10 órakor kezdtünk, és 3-ig tartott a verseny. De például már a Féder Pickelbotos az egyesületi, az már 8 órakor fog kezdődni. Milyen szabályok vannak? Hát ugye az attól függ, hogy milyen bottal lehet horgászni. Ha finom szerelékes, akkor csak úszóssal pecázunk, és ugye teljesen másabb az etetés. Egy finom szerelékes versenyen van, mint egy fenekes versenyen. A finom szerelékes versenyeken általában csúszlival lehet etetni, vagy kézzel, vagy hát ki milyen bottal horgászik, mert ugye etető csészével a rakósok. Ugye egy Féder pickelbotos versenyen ugye Féder bottal etetnek általában, vagy csúszlival. Persze egy 24 órás versenyen már meg van engedve a spomb, egy etető rakéta. Ugye, ha viszont csónakos versenyt szervezünk, ahol ugye csónakkal lehet bejuttatni a horgot meg a súlyt, akkor lehet ugye csónakból is etetni, vagy etető hajóval. Két szezonnyitó versenyetek volt. Melyik volt a másik? Igen, hát ugye az első az a Gyomaendrődön a fűzfázug, az egy finom szerelékes, a másik pedig itt volt Mezőtúron a Berettyón a két híd között, az pedig egy Féder pickelbotos. Hogy mondjam, nem sok halat fogtunk. 30 horgász jöhetett erre a versenyre, jöttek volna többen is, de nincs több hely a két híd között a Berettyón, ugye 30 hely van, így aztán 30 horgász jött el, 30,5 kiló halat fogtunk, ez nem soknak mondható, általában több szokott lenni, ugye a tavaly a évzáró versenyünk ott volt a Berettyón, ugye sokkal-sokkal több halat fogtunk. Most valamilyen nem elvett a hal, nem sokat fogtunk, na majd legközelebb többet fogunk. Ez ugye Féder és pickelbotos verseny volt. Elég hosszú, mert 5 óra hosszás verseny volt. És az első helyezett csapat az ugye ifjú Vásárhelyi Lajos és Vásárhelyi Lajos volt. Ez ugye egy családi csapat. A második helyezett csapat Pinki és Veres Imre, az ugye nekem sikerült. Hát, hogy azt nem tudom. Gratulálok. De összejött, köszönöm szépen. A harmadik helyezett csapat pedig Csató Sándor és Patkó Zsolt, Füles, így jobban ismerik. Hát a legnagyobb halat pedig Csató Gábor Gulliver fogta, 5,21 kilós amúrt. Úgyhogy az egy szép hal volt, de egyébként nem nagyon evett a hal, nagyon szenvedve lehetett halat fogni. Még a sneci sem nagyon akart enni, mert próbáltuk azt is, de egyszerűen se a törpeharcsa, se semmi nem evett, úgyhogy összesen 30,5 kiló halat fogtunk. Hát ez van. Majd legközelebb többet fogunk. Megküzdöttünk azért ilyen versenyen, ahol ugye kevés a hal, itt egy-két darabon is számít, hogy mennyit fog az ember, mert úgy lettünk mi másodikok Pinkivel, hogy Pinki fogott egy 80 dekás pontot, én meg 2 darab törpét, úgyhogy ezzel a másodiknak lehetett lenni, úgyhogy ez egy fantasztikus eredménynek számított most, hogy ennyit is fogtunk. Egy ilyen versenyen vannak támogatók? Hát ugye minden versenyen mások a támogatók általában, vannak fix emberek, akik segítenek leszervezni ezt a versenyt, vagy ezeket a versenyeket.
Ugye a Mezőtúri Horgász Egyesület versenyén általában úgy szokott kezdődni, hogy a halőr engem körbe visz a pályán, már szinte egy héttel előtte körbe megyünk, nagyjából megszámoljuk a helyeket, átnézzük, hogy horgászható ez a hely, nincs összeszakadva a stég. Tavaly is járt úgy ez a 24 órás versenyen egy csapat, hogy verseny közben összeszakadt alattuk a stég. Úgyhogy ezeket most már ellenőrizni kell, ugrálni kell egy kicsit a stégen, kimenni, megnézni, hogy egyáltalán horgászható-e. Hát ugye Zoliék így jártak, hogy összeszakadt alattuk teljesen a stég. Nagyon nagy szerencséjük volt, hogy nem estek a vízbe. Úgyhogy verseny közben egy másik helyet elfoglalni, úgyhogy már megy a verseny több órája, az egy nagyon nehéz dolog. Még egy 24 órás versenyen is, hát sajnos nekik ez így jött össze, megpróbáljuk ezt kiküszöbölni, nem nagyon lehet, ugye nem mindegy, hogy mi most rámegyek egyedül a stégre, megnézem, hogy horgászható-e, és amikor ráül két ember, meg még rávisz egy mázsa horgászfelszerelést, lehet, hogy attól a 3-4 mázsától már összeszakad a stég. Úgyhogy ilyen is előfordulhat, elő is fordult, sajnos reméljük többet ilyen nem lesz, úgyhogy nagyjából így kezdődik, hogy egy héttel már előtte én körbe megyek, megnézem a helyeket. Ha olyan verseny van, hogy nem a horgász egyesületi versenyek, akkor már ugye egy-két héttel előtte az engedélyek lekérését, abban ugye Metzger Kriszti szokott segíteni. Ugye itt kérnünk kell a vízkezelőtől egy engedélyt, meg a Békés megyei kormányhivataltól egy engedélyt, és utána lehet horgászversenyt szervezni. Ugye a Mezőtúri Horgász Egyesületnél, itt pedig az egyesülettől. Mert ugye a Mezőtúri Horgász Egyesület vizein is van úgy, hogy saját rendezésű verseny, vagy olyan verseny, ami nem csak az egyesületi tagok indulhatnak, hanem ilyen meghívásos, mint például a Túri Kupa, ami most lesz, meg majd a Túri Vásárkupa, azok ugye meghívásos versenyek, de a Mezőtúri Horgász Egyesület szervezi. És akkor, hát ugye még mindenféle segítségek vannak, ugye helytakarításba, helytisztításba, ilyen-olyan engedélyek lekérésébe, ha éppen főzünk, akkor ugye a főzők általában jönnek segíteni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, aki szokott segíteni a versenyek lebonyolításában. Elég nagy segítség ez nekünk, hogy nem mindent egyedül kell csináljak. Remélem ez a jövőben is így lesz majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert kívánok minden egyes horgászversenyetekhez, az idén is. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszont látásra, viszont hallásra!